Viszonylag csendben megtörtént az előkészítő ülése annak a bűncselekménynek, a tárgyalásának az előkészítő ülése, amelyben a csak csontkezdőként ismert szemét és a testőrét, a bolgár birkozó fiút megölték. Ez a múlt hét kedden ilyen felengzős címekkel jelent meg, hogy elsírta magát a mafiózó, és hogy a tárgyaláson elgyengült, elérzékenyült, és arra hivatkozott, hogy milyen jó barátságban voltak az áldozattal, és hogy őt is mennyire megdöbbentötte ez az eset. Akit azzal vádolnak, hogy elkövette, az a Turek Bece nevű, most Uszikov névre hallgató, Uszikov Alex. És nem ő követte el, hanem a bíróság szerint ő bújtotta fel az elkövetőt, Bodoki Károlyt, aki a szlovákiai alvilágnak volt az bérgyilkosa. A tárgyaláson röviden ismertették a vádat, meg hogy milyen bizonyítékokra alapozzák, és az ügyészség beismerés esetén 18 év letöltendő börtönbüntetést kért a két vádlottra. A vádlottak nem ismerték el a bűnösségüket, viszont az a furcsa, hogy én nagyon jól ismerem a Tureket gyerekkora óta. Én el sem tudom képzelni, hogy ő bármilyen szituációban sírna. Egy igazi kemény, őrá mondják azt, hogy ő egy hidegvérű, tökös srác volt, és gondolom, hogy most is az. Többször próbálták különböző bűncselekmények miatt elítélni, nem tudták, viszont hosszú éveket töltött előzetes letartóztatásban Magyarországon is és Szlovákiában is. Röviden az eset, amiről most szó van, hogy a Paprika, Szamaránszky Árpád, aki időközben meghalt autóbalesetben, és a Bodoki Károly megérkeztek a palotás vendéglő elé, akit általában mi az éjszakában az kicsi presszóként ismertünk. Ez egyébként a Döher Dürié volt, és bement a Bodoki a presszóban, és egészen a hátsó részig elgyalogolt nyugodtan, aztán elővette egy 765-ös Skorpiót, és az egész tárat, az mindössze 20 lőszer, beleengedte a csontkező fejébe, és a mellette ülő bolgár testőrébe. Az egész szerencsétlenségben az volt a szerencse, hogy a Gyuri felesége is ott ült ebben a boxban, de őre nem lőtt rá a bérgyilkos, és utána szépen nyugodtan kisétált ebből a presszóból, és elment. A Gyuri egyébként abban az időben börtönbüntetését töltötte, ilyen zsarolás és kisebb bűncselekmények miatt, és az EVS, ez az enyhébb végrehajtású, szerepelt, és az azt jelentette, hogy reggel, azt hiszem 8 órától, de lehet, hogy 7 órától kiengedték a börtönbe, és délután 4-5-ig egy meghatározott, ja, EVS, az enyhébb végrehajtású szabályt jelent, hogy közben eszembe jutott, és akkor ebbe a presszóba kellett lennie, ő mint raktáros a saját presszójában volt,
és már vagy két hónapja rendszeresen minden nap itt tartózkodott, tehát a gyilkosok azok nyilván meg tudták figyelni, és előkészítették ezt a történetet. A rendőrség és a bíró, most már bíróságnak is az álláspontja az, hogy Turek kérte meg a szlovákiai alvilág akkori vezetőjét, Sátor Lajost, hogy segítsen neki, mert a gyerekkori barátjával konfliktusba került, és hát ezt szeretné úgy megoldani, hogy likvidálni akarja a barátját. És ezért a Sátor Lajos állítólag segített neki, és azt a feltételt szabta, hogy a Tureknak meg segíteni kell majd a pápai klánnal szemben. Az a gyilkosság az volt a európai alvilágnak a legbrutálisabb gyilkossága az elmúlt 10-20-30 évben. Ott ugye Dunaszerda helyen a pápai klán 10 fővel mindig ott a Fontana vendéglőben találkoztak, és most is ott volt egy megbeszélésük, és három személy bement, és komandós ruhában felszólították a bent lévőket, hogy feküdjenek a földre, mert hogy ők a rendőrségtől jöttek, és amikor ennek eleget tettek a bent lévők, akkor mindenkit kivégeztek géppisztollyal. Hát, majd meglátjuk, hogy mit sikerül a bíróságnak bizonyítani. Mindenesetre Turek nem ismerte el a egyik bűncselekményt sem, és ebben a ügyben, ugye azt mondtam, hogy 18 évet kér a bíróságra, amennyiben a bíróság mégis majd elítéli, és mondjuk ennyit kap, 18-at vagy akár 20 évet, hát ugye a Turek az most 52 éves, már 2 éve bent van, hát legalább 70 éves lenne, mire ennek a mire ez a büntetés lejárna, de akkor sem szabadulhatna, mert utána kiadnák a szlovákokhoz, és a szlovákok pedig a Fontánában elkövetett 10-es gyilkosság miatt vonnák felelősségre őt és a társát. A probléma az, hogy ez a Bodoki Károly, ez beismerő vallomást tett, a Turek az biztos, hogy nem fog tenni, soha. Nagyon-nagyon kemény, elszánt, tehát ő nem fog megalkudni. Ezért nem is hiszem el, hogy ő sírt vagy elgyengült. Ha mégis így történt, akkor ez csak színház lehetett. Hallottam azt a videót, és láttam is, amiben ugye a tárgyaláson próbálták a hallgatók elé tárni, hogy elcsukló hangon beszél a Turek. Nem lehetett fölismerni az ő hangját, mert az nem az ő hangja volt, az egy eltorzított hang volt, de nincs is ennek jelentősége. Inkább csak az, hogy ő volt szerintem a legkeményebb a magyar alvilágban és a magyar éjszakában, és próbálják így ellehetetleníteni, vagy így utólagosan megszégyeníteni. Hát ez egy ilyen újságírói trükk. Egyébként én, mint ahogy említettem, gyerekkorától ismerem az édesanyját és a nevelőapját. A nevelőapja az jó ismerősöm volt, az édesanyja szintén. És ahogy felcseperedett, már korán, 17 éves korában már az én egyik éjszakai szórakozó helyemen portázott is egy nagyon, nagyon nehezen kezelhető srác volt, de megadta a tiszteletet azoknak, akik nála akkor idősebbek voltak, de kőkemény volt, és nem feküdt le. Erre egy példát mondanék, hogy ugye nekem a Serez Zoltán volt a legjobb barátom abban az időben, és a társam, és volt valamilyen konfliktusuk, és akkor már a Zoli az már kőkemény ember volt, és elismert az éjszakában, senki soha nem verte meg, és akinek ő beüzent, azok általában
megijedtek, és végrehajtották, amit a Zoli kért. Ebben az esetben, mikor a turekékre rászólt, ők nem térdeltek be, sőt mondták, hogy oda jönnek, ahol mi vagyunk, és ott szemtől szembe meg is beszélhetjük a dolgot. Mi ott voltunk többen magunkkal, tehát ott a Serez Zoli volt, ott én voltam, ott több boxoló. A neveket azért nem mondom, mert ismert bunyosokról van szó, főleg nehéz súlyakról, és lehet, hogy nem szeretnék a nevüket visszahallani egy ilyen kontextusban, de a Halóbárban találkoztunk, a Körút és a Király utca sarkán, és ott a törökék elmondták, hogy ők nem éltek meg senkitől, és bármikor hajlandók szemtől szembe jönni, és stb. De mivel, hogy nekünk tényleg nagyon jó volt a viszonyunk, hiszen mondom, abban az időben az megelőzőleg már dolgozott, nekem is gyerekkorától ismert, tehát azért tisztelettudó volt, de nem volt egyáltalán meghunyászkodó. És hát ezt csak úgy el szerettem volna mondani, és abban az időben egyébként már több emberöléssel meg is vádolták, illetve azt hiszem csak meg gyanúsították őket a csontkezővel együtt, de ezek az emberölések, ezek végül is úgy tudom, hogy bíróságig nem jutottak el, mert hogy nem tudtak annyi bizonyítékot összeszedni. Többek között volt a Gyurinak az akkori barátnője, a Haraszti Teodóra, azt hiszem, és volt egy akkor legismertebb pénzváltó srác, akinek ők voltak a testőrei, azzal brutálisan bántak el azok, akik megölték, és hát ott aztán volt olyan vamzer, vagy ilyen segítő, a rendőrség segítője, aki egyébként mindenkire tett vallomást. Most már az az illető is meghalt, méghozzá börtön büntetését töltve halt meg. Persze sokan nem szerették, én se szerettem, rám is tett terhelő vallomást. De ilyen van mindig a rendőrségnek, és volt is, használnak ilyen embereket, akik hamis vallomásokat hajlandóak elmondani, csak azért, hogy valakit elítélnek, akit a hatóságok szeretnének börtönben látni. Úgyhogy itt történt az előkészítő ülés, majd ha többet tudunk a dolgokról, akkor arról is be fogok számolni nektek.